Írásbeli kérdéssel fordult Polt Péter legfőbb ügyészhez Vadai Ágnes, miután Simonka György azt mondta Lázár Jánosról, hogy regényt tudna írni róla. A politikus azt szeretné tudni, hogy indul-e vizsgálat Lázár János és más fideszes képviselők ellen korrupció gyanú miatt. Vadai Ágnest kérdezzük. A DK alelnökét és a szerkesztő előtte a kérdésem, jó estét kívánok, azt szerettem volna kérdezni, hogy mit kérdeztek pontosan Polt Péterről? Kérdeztek-e még valamit ezen kívül, amit most hallhattak a nézők? Konkrétan egy interjú alapján, ahol Simonka György állításokat tett Lázár Jánosról és más politikusokról is, valóban megkérdeztük, hogy vizsgálja az ügyészség akkor az által ebben az interjúban tett mondatokat, illetve azt is megkérdeztem már akkor, hogyha igazak ezek az állítások, akkor milyen lépéseket tesz, és hogyha nem igazak ezek az állítások, akkor kiegészül-e a bűnlajstrom a hamis váddal. Mert hát mégiscsak azt állította, vagy sugalmazta ugye a képviselő, akit egyébként költségvetési csalás miatt állítottak bíróság elé, és most folyik ugye a tárgyalás, hogy Lázár Jánosról hosszasan tudna írni, hogy mi mindent. Ezt is, de még ennél többet is, amit egyébként mi tegnap erről beszéltünk itt, amit nem kapott fel annyira a sajtó, azt mondta, hogy Lázár János nem a Holdon élet, és részt vett ebben, ami akár súlyosabb. Igen, és ennek az interjúnak voltak olyan rész is, ahol arról beszélt Simonka képviselő úr, hogy a miniszterelnök is igen sok tudomással bír az ő ügyéről, esetéről. Szóval én azt gondolom, hogy... De azt értette a per kimenetelére is. Tehát a per kimenetelét senki nem tudja még, ugye? Mert nem a kimenetelére, hanem, hogy mi történik most eljárás. Éppen. Én azt gondolom, hogy azért fordultunk a legfőbb ügyészhez, és adtam meg azt az írásbeli kérdést, hogy akkor az ő dolga ez alapján, az interjú alapján tisztázni. És már most szeretném üzenni a legfőbb ügyész úrnak, hogy ez kiadja nyilván az illetékes rendőri szerveknek, akkor a rendőri szervek ne engem idézzenek meg ebben az ügyben, hanem Simonka képviselő urat, mert ő tudja megmagyarázni, hogy mit jelent ez. Csak azért mondom, mert volt már olyan eset, hogy engem idéztek meg. Mit kellene tenni az ügyészségnek? Tehát mi lenne a jó lépés, amit elvárnának? Ugye az, ilyenkor az szokott lenni, mert ez ilyen menetrendszerű, hogy a legfőbb ügyész ezt feljelentésként értékeli, majd továbbítja ezt a szerinte illetékes rendőri szervnek. Az illetékes rendőri szerv meg általában egy fél óra leforgás alatt megállapítja, hogy nincs itt semmi látnivaló, mert vagy nem bűncselekmény, általában ezt szokott kérni, hogy nem bűncselekmény. Egyszer fordult elő, hogy engem idéztek meg az ügyben, miközben én semmilyen módon nem voltam részese az ügynek, az érintetteket nem idézte meg. Ezért mondtam azt, hogy itt akkor, hogyha nézik a rendőri vezetők az ATV műsorát, és remélem nézik, akkor legyenek szívesek Simonka képviselő urat, aki az interjút adta, megidézni ebben az ügyben majd. Azt írta egy közleményben, hogy a 22-es kormányváltás után minden felgöngyölítetlen szálat fel fogunk deríteni, és ki fogjuk vizsgálni a fideszes bűnügyeket. 22 után, ha kormányváltás lesz, akkor új kormány lesz, de nem lesz új legfőbb ügyész. Polt Péter lesz a legfőbb ügyész. Hogyan fogják fel... Ezt nem hinném, hogy ő lesz a legfőbb ügyész egy kormányváltás követ. Ha kétharmada lesz az új kormánynak, akkor lehet, hogy nem. Ha nem lesz kétharmada, akkor hogy? Ön előtt itt volt Márki-Zay Péter, és ő ezt pár hete mondta nekem, hogy ők feles többséggel is be kell azt vállalni, hogy nem maradhat Polt Péter a legfőbb ügyész. Tehát elvileg 28-ig ő a legfőbb ügyész. Én azt tudom mondani, hogy mindenre van megoldás. És megnyugtatok mindenkit jogállami keretek között. Na de hogyan lehetne leválni? Hát azt most azért azt itt nem mondanám el. Hát pont azért nem beszélünk erről egyébként. Ha megfigyelte, egyetlen ellenzéki képviselő sem hajlandó ezekről a dolgokról beszélni. És én általában is abban hiszek, hogy ha egyszer kimondtuk, hogy ilyen típusú lépéseket fogunk tenni, tehát lesz valamilyenféle elszámoltatás, akkor arról nem sajtótájékoztatókat szeretnénk tartani, hanem azt szeretném, hogy lássák az emberek, hogy valóban Magyarország nem egy következmények nélküli ország, és aki ilyen bűncselekményeket elkövet, vagy pedig a magyar embereket megkárosította, mert leginkább ezt tapasztaltuk az elmúlt években, akár családmódon, akár a törvény erejénél fogva, vagy azért hozott törvényeket, hogy megkárosítson magyar embereket, azoknak felelniük kell. Világos, tehát azt biztosan tudják állítani, hogy lesz elszámoltatás, és nem marad Polt Péter a legfőbb ügyész. Ezt biztosan tudják állítani. Jó, más. Ugye a Demokratikus Koalíció benyújtott egy törvényjavaslatot valódi pedofil törvény néven, azóta egy levelet is írt a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának, hogy tárgyaljanak ugye az egyházon belüli pedofilia kivizsgálásáról. Kapott erre bármiféle reakciót, vagy választ? Hát azon kívül, hogy korábban nyilatkoztak arról, hogy ezt politikai provokációnak tartják, nyilván mivel a levél még nemrég ment el, és aki ismeri a Magyar Posta, Magyar Posta működését, azt tudja, hogy ez idő lesz, még ez megérkezik oda, és hát konkrét választ még nem kaptam tőlük, de nagyon remélem, hogy az én egyébként rendkívül udvarias, nyitott, kompromisszumkész, tényleg
a tárgyalásokra koncentráló levelemre pozitív választ fogok kapni a Magyar Katolikus Egyház vezetőitől, hiszen a cél... Azt várom el tőlük, amit szerintem mindenki elvár ebben az országban, hogy ne a tagadásba, az elfedésbe meneküljenek, hanem kezdjék el ezeket a vizsgálatokat, és úgy, ahogy ezt Ferenc pápa korábban már mondta, hogy ezt egy válságban van a katolikus egyház ezek miatt, a szörnyűséges tettek miatt, amit a kiskorúak sérelmére követtek el, szexuális bűncselekményeket. Ezen a válságon csak akkor tudnak túllépni a katolikus egyházba, ha szembenéznek a múlttal, a nyilvánosság elé tárják ezeket a cselekményeket, és megnevezik az elkövetőket. Ez különösen azért is lenne fontos, mert a most benyújtott törvény, amely eredetileg valóban a pedofília ellen irányult, aztán most már látjuk sajnálatos módon, hogy mivé fajult ez a dolog annak következtében, hogy egyébként a kormánypárti többség módosította, Áder János pedig a sok-sok fiatal kérés ellenére aláírta. Ugye mi kifogásoltuk azt az általános vitában, hogy ez a törvényjavaslat nem az áldozatokkal foglalkozik. Erre azt az ígéretet kaptuk a kormánypárti képviselőktől, hogy de szeptemberben majd érkezik egy olyan javaslat, amely az áldozatok oldaláról közelíti meg ezt az egész dolgot. Igen, csak az áldozatok dolgát akkor lehet igazán rendezni, hogyha valóban látjuk, hogy kik az áldozatok, mert sok-sok áldozata volt a papi pedofiliának az elmúlt évtizedekben. Már itt elmondtam a példát, Németországban megcsinálták ezt a vizsgálatot, ahol 1600 papot találtak ilyen ügyekben bűnösnek, több mint 3500 gyereket molesztáltak. De ha ennél közelebbi, ideológiailag a kormányhoz közelebbi országot kell mondanom, Lengyelország, ahol a lengyel katolikus egyház azt mondta, hogy oké, ő szembenéz ezzel. Szerintem ez lenne a legegyszerűbb, mert én nem osztom azt az álláspontot, amit sokan mondanak, hogy akkor a katolikus egyház az egyenlő a pedofiliával. Szerintem ez nincs így, és ez felháborító, ez visszautasítandó. Viszont mindig ott fog lebegni a gyanú, hogyha a katolikus egyház Magyarországon nem hajlandó saját múltjával szembenézni. No, még egy dolog, és egy egészen friss hír, a Népszava írt róla, hogy bár döntés még nincs, nem kizárt, hogy ismét jelentősebb magyar kontingens szolgálat majd Afganisztánban a NATO kivonulás után. Legalábbis nem cáfolta ezt a külügy, a Népszava megkérdezte, hogy magyar katonák mehetnek ugye Afganisztánba. A kabuli repteret kellene őrizniük. Tud erről bármit, hogy mi szükség van erre? Ez egy nagyon friss, lehet, hogy nem ugye, tudom, olvastál. Én magam is a sajtóból értesültem erről, és nem pontosan értem, hogy ez mégis micsoda, hiszen azért ilyen típusú kontingens, vagy ilyen típusú misszióról ez történik, akkor erről beszélni kell, főleg azért, mert ez nem NATO-s, nem Európai Uniós, nem ENSZ misszió, hanem ez Törökország égisze alatt történő misszió lenne, amiről előzetesen úgy beszélni, hogy bármilyen tájékoztatást adtak volna, ehhez az országgyűlés felhatalmazása szükséges. Tehát ugye ez nem úgy van, hogy valaki leül és eldönti, hogy akkor jópofizik egyet Erdogánnal, és akkor oda küldi a magyar katonákat. Főleg akkor, amikor onnan egyébként a nemzetközi közösség kivonul. Szeptember 11-éig ki akarnák vonni onnan az amerikai katonákat, és vonul ki onnan a nemzetközi közösség. Egy ilyen helyzetben azt mondani, hogy akkor ott lesznek a magyar katonák, végezzék ezt a feladatot, anélkül, hogy kockázatelemzést végeznének, megvizsgálnak, hogy valóban fontos-e ez a feladat, hogy milyen nehézségekkel néz szembe ott a magyar kontingens, ha lesz egyetlen. Szóval én azt gondolom, hogy én nem tudom, hogy ki és honnan szivárogtatta ki ezt a hírt, mert ezt nem olvastam. Döntés még nincs róla. De ilyen hírek, de döntés előtt sem rakunk ki ilyen híreket a nyilvánosság előtt, mert ezt először meg kell vitatni, elemzéseket kell végezni. Szóval én borzasztóan felelőtlennek tartom azt, hogy egyáltalán ez kikerülhetett a sajtóba. Azt pedig hát szintén nem tartom egy nagyon felelős elgondolásnak, hogy egy ilyen biztonsági helyzetben nem nemzetközi szervezet égisze alatt katonákat oda kívánnak rendelni, csak azért, mert Erdogán, Orbán Viktor barátja ezt kéri, ilyen nincsen. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.